Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. A második kérdés, hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Itt a lilium virág utal az ő gondolataira. Szimbolizálja a tisztaságot. Tehát vannak nála szép gondolatok és tervek. Azt is jelentheti, hogy ő tisztázni akar veled valamit. A lilium szimbolizálja a szexuális témákat is. Lehet, hogy ez is foglalkoztatja a gondolataiban. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt a csillagok szerencsét hoznak. Azon kívül megbízik abban, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Megvan ez a bizalom. Mit fog tenni? Itt látható a szerencse, tehát örül annak, ha találkozik veled, boldoggá akar tenni téged, és lesz köztetek ez a bizalom, a tisztaság, és ez a szerencse. Mi fűz össze benneteket? Itt a hajó szimbolizálja a reményt, tehát megvan a remény arra, hogy legyen egy szép párkapcsolat. Azon kívül ez a kép utalhat utazásra, külföldi kapcsolatra, lehet, hogy tervez veled egy utazást, vagy ha külföldön él, akkor meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!